Bolyai utcán tartottam most utcafórumot, és ott egy hölgy és egy úr mondta, hogy olyan gyorsan mennek, és rugatják az autót, és verik ki a kavicsot. Nem kell belerakni, nem kell a görbe belerakni a szemetet. Sajnos, de hát így legalább be lehet menni az utcába. Ide figyelj, csak még nem azért vagyunk ide kiküldve, hogy szaros pelenkát, meg szaros bugyogókat szedjünk össze. Két takarítottuk, már másnap ugyanannyi volt benne. Ehon vannak, ott is van egy szaros gatya, meg ama végén is, ahon. Nem vagyunk kötelesek felvenni senkinek a mocskát. Én is ugyanúgy bevettem a munkát. Majd ki fogunk jönnek összetfelügyelővel, hogy olyan címek vannak, akik eleve kiszólják a szemetet, az ellen fogunk tenni, annak megvan a módja, meg megvan a hatóság. Polgármester azt a máma, elébünk köntötték a szemetet zsákból. Kicsoda? Hát egy részeg ember. De nem várom, hogy megmondaná, hogy abban persze fel tudjuk jelenteni. De nem értette oda. Olyan sokan nem vagyunk most, hogy ne tudjunk ennek sorját venni. Akkor köszöntjük önöket polgármester asszonnyal, Zsupos Attila úrral, és akkor tényleg én azt javaslom, hogy itt beszéljük meg ezt a dolgot. Aki kíváncsi ránk, az elrébb jön, ide jön. Az, hogy itt egymásnak kiabáljunk át egyik oldalból a másikra, nincsen semmi sorja. Úgyhogy én azt gondolom, hogy minden kérdésre megpróbálunk, igyekszünk választ adni. Hogy még mielőtt ezt a választásos kérdést, én annyit engedjenek már meg, ugye már innen átkiabálták, hogy jön a választás, azért csináljuk az utat. A választás 2019-ben lesz majd, amikor itt önök választanak helyi képviselőt. Tehát nem most, nem jövőre, hanem 2019 őszén. Az, hogy majd akkor ki lesz az a képviselőjelölt, aki ezt a területet, ezt a részt is fogja képviselni, az önkormányzatnál, azt még most nem tudjuk, lehet én, lehet más. Hogy én nem jövök úgy ide az utcafórumra, hogy abból nem teljesítünk semmit se, amit megígértünk önöknek. Legutóbb, amikor tavasszal itt voltunk, ugye azt mondtuk, hogy ezeket az utakat, illetőleg a járdára most már helyi erőből, helyi pénzből, tehát a Balmazújváros önkormányzatának a költségvetéséből fordítunk pénzt arra, nem nyertünk pályázatot, semmit, fordítunk pénzt arra, hogy itt valamit csináljunk, mindent nem fogunk tudni megoldani. És mondtam, hogy ide se jöjjünk akkor, ha nem csinálunk semmit, akkor ne jöjjünk ide, mert akkor önök joggal érezhetik azt, hogy nem történik semmi. Ide jövünk, nem történik semmi. És megkaptuk a támogatást, egyrészt nyilván polgármester asszony támogatta ezt a dolgot teljes mellszélességgel, és a testülettől is megkaptuk azt a felhatalmazást, hogy igen, ezeken az embereken, és nem haragszanak meg, most úgy fogalmazott, hogy nehéz sorsú embereken, valamilyen formában próbáljuk meg segíteni. A járda is sorra fog következni. Nem megy minden egyszerre, és most amit itt elmondtam, csak annyit, és utána én átadom a szót, ne haragudjunk polgármester, azt mondom, átadom annyi a szót, mert ez helyi ügy, és ez nekem is szívügyem. Ugye először meg kell csinálni azt a szintet, amihez majd minden igazodni fog, ugye ez az utcaszint. Ezt nem én tanáltam ki, szakemberek. Mert én azt lehet, hogy én is úgy kezdtem volna neki, hogy a járdát csináljuk először, mert az a fontosabb. De azt mondják, ez nem így van. Meg kell csinálni az utcának a szintjeit, ahhoz meg kell csinálni a járda szintet. Ahhoz kell majd még tervezni itt-ott árkokat, ilyen szivárogtatóvárok, vagy nem tudom, hogyan nevezitek, szikasztóvárok, és egészségedre. És tehát több mindent kell itt csinálni egyszerre. Kapcsolódva a polgármester úrhoz, és valóban igaza van, hogy nekünk az a feladatunk, hogy amit tudunk, elvégezzünk. És pontosan azért mondtuk a múltkori megbeszélésünkön, vagy összejövetelünkön is azt, hogy a járdában is tudunk segíteni, csak annyi kérésünk van, valaki vállalja föl, hogy jönnek, lerakják, a brigádok itt vállalják, hogy lerakják. Ehhez mi tudjuk adni a térkövet, tudjuk adni a szakembert, aki kihozza, és tudjuk adni hozzá a sodert, vagy a homokot, vagy nem tudom, hogy mit. De
önöknek is hozzá kell ugyanúgy járulni, ahol mindenki hozzájárul. Megbeszéltük, hogy mivel önöknek nincs úgy forrása, készpénzforrása, mint máshol esetleg, de adják a munkájukat, adják az élőerőt ahhoz, hogy ezek a járdák megvalósuljanak. Senki nem kereste se Attilát, se a polgármesterület, se engem, hogy akkor ekkora és ekkora hozzuk ide, ekkora és ekkora intézzük ezeket a dolgokat. Tehát ezeket hiába igyekeztünk volna, nem tudtuk. A szórás természetesen, ahogy a városgazdálkodásnak belefért a munkarendjébe, megcsinálták. És azt hiszem, hogy itt már mindegyik utcát leszórták, igaz? Mert van még olyan, ahol nincsen meg. Itt le van. Le van? Akkor itt már még folyamatban. Jó, akkor Attila mondja, hogy folyamatban van, tehát igyekszünk. Az internettel kapcsolatban jeleztük, hogy építsék ki, ez is folyamatban van. Tehát az a visszajelzés érkezett hozzám, hogy ezt igyekeznek visszakötni, visszarendezni azokat a vezetékeket, amelyeket nem tudják, hogy milyen úton, módon szakadoztak el, most kezdik el pótolni. Most szerezték be hozzá azokat az engedélyeket, mert ez volt a másik olyan probléma a hölgyre, hogy ránéztem, és hogy ezeket igyekeznek megcsinálni. A hölgyek, akik dolgoznak benne, elmondják, hogy tényleg folyamatosan történik a szemét összeszedése. Sajnos nem csak itt kell, ezt azért tudjuk, hogy a városközponttól kezdve mindenhol, de minden település részen, azért ha ide jövünk, egy nem szemetes területet látunk. Látunk szemetes területet, amit sajnos nem tudunk megvédeni, mert nem állhatott mellette se egy itt lakó, se egy biztonsági őr, se bármelyik kollega. Mindig akkor rakják le, amikor nem járnak arra a mezőrök, vagy nem járnak arra a dolgozóink. És ez a felháborító, hogy vannak már hulladéktároló edények, vannak hulladéktároló zsákok, elviszi a hulladékgazdálkodási Kft. A szemetet. Miért kell szétszórni a mezőn, miért kell szétszórni a szomszéd területére, miért kell a szomszédháza elé tenni? Elviszik. Csak rakják össze egy zsákba, rakják bele a szemetesbe, és elviszik a szemetet, és akkor tényleg nincs az a probléma, amit önök is jeleznek, hogy folyamatosan szórják ki. Bejártuk a területet valamelyik nap a Attilával, illetőleg a Gencse Zolival. Végigmentünk itt minden utcán, meg a háta mögött a területen is, végigmentünk, megnéztük. Itt ez az utca, én azt mondtam, hogy nézzétek, mert milyen példás. És ugye megmondták, hogy itt dolgoznak, a saját emberek is dolgoznak, és hogy talán most már annyi jóság van ebben a dologban, hogy önnön maguk csinálják, talán szólnak a gyereknek, hogy ne hagyjunk már tejezvecska, kisfiam, vagy kislányom, vagy mit tudom én. Ez szerintem ez az utca szépen rendben van. Kézukám, vagy nem tudom én kicsoda. Hát, hogy képzeled, hogy teszed a házam falának a tövére a szemetet? Az nem szólt még? Nem tudjuk, hogy ki az? Mi csinál? Nyomozunk, szedjük fel, szereljünk fel kamerát. Szereljünk fel kamerát. 26 méter magasból, hogy nem eljönnek felmászni? Vagy mi? Akár. Hát, ha kiállítjuk ide a trafipaktot, az, hogyha itt mennek százal, majd valakit bevér, akkor vagy megint mi lesz a baj? Az, hogy az önkormányzat ezt elrendelte, hogy itt megméresse a sebességet. Akkor akkor nem tudnának esetleg valamit csinálni, mert 5000 forint lesz egy mázsapa. Vagy legalább annyit csinálni, hogy valahogy akinek kell. Nem mondjuk azt, hogy ingyen, vagy mit tudja, mert a gáz valahogy, mert ebből már nem tudunk párt venni, nagyon drága apa. Egy 10 mázsa tudja, mire elég egy nagy télen, egy fél hónapra, és ez egy olyan 10 más, egy 40 000 forint, és 20 másra is kell egy hideg hónapban, és nincs rá pénz. Én ezt nagyon jól tudom, de a fárakat nem iszadjuk meg. Ugye a fát azt a tüzéknek is vásárolják, legtöbbet külföldről tudják vásárolni. Ráadásul az önkormányzatunknak nincs olyan, hogy szociális tűzifát tud igényelni, mert itt 10 000 fő fölötti településről beszélünk. Az önkormányzat ugye a fát azt úgy tudja adni, hogy lakásfenntartási támogatás keretében, ami kérhető akár az áramszámlára, akár a gázszámlára, és kérhető tüzelőutalvány formájában. Ezeket biztosítja az önkormányzat maximálisan, és a maximumokat döntött el a képviselőtestület is, az, ami adható a törvényes keretek között. A faárakra semmilyen hatásunk nincsen, mint ahogy a gázára sincsen, az elektromos áramra sincsen,
ezeket az önkormányzat nem tudja meghatározni. Mi a támogatás összegét tudtuk meghatározni, és azt maximálisan is biztosítjuk, tehát azt a maximumot, a legtöbbet adjuk oda mindenkinek, amit oda lehet adni a törvények, törvényes keretek között. De arra sem lenne lehetőség, hogy behozzák. Nem azt mondom, hogy ingyen, mert azért mink is, nekünk is tenni kell valamit. Oda a csomport, vagy akármi. Mert csak idáig van a tüzelni, gázol. Mert ezt már nem lehet bírni anyagilag ezt a fát, ez nagyon rengeteg. Ebben az oldalban van, ezt a gázunk ott van. Nem messze van, itt van, itt a kanálison túl van. Igen, ott van ledugózva. Ha építőközösséget hoznak létre, ugyanúgy, ahogy a szennyvízberuházás működött, a lakáskasszát ha fizetik, állami támogatást is lehet mellé tenni, illetve az önkormányzat is tud hozzá valamennyi támogatást tenni. Csak ahhoz is önökre van szükségünk, hogy önök döntsék el, valaki vegye a nyakába az utcát, járja körbe, ki az, aki ebben részt vesz, és a szerződéseket meg kell kötni, és ugye havi 1000 forinttal, ha fizetik, amellé az állam hozzáteszi még a saját részét, meg az önkormányzat is mellé tudja. Mivel te vagy nekünk itt az elnökünk, vagy valami, igen. Szerintem ezt úgy gondolom, hogy ezt neked kell. Nem a kisebbségi önkormányzat feladata? Tehát ez nem neki. Itt egy utcabizalmit, aki itt lakik, azt választanak ki, mert kell egy képviselő. Tehát Erzsike nem itt lakik, itt lakik. Megválasztatják őt is, nem? Tehát ő lehet. Tehát Erzsike nem ebben. Jobb, ha itt egy itt lakó van, aki felvállalja és itt végigmegy. És végigmegy a lakásokon, hogy ki az, aki ehhez csatlakozni akar. Aki nem akar, sajnos azt meg kötelezni fogják akkor, hogyha építőközösséget létrehozták, kötelezni fogják arra, hogy ő meg lépjen be, és akkor kényszertagként majd tőle valamilyen úton módon behajtják. Tehát ezt, hogyha létrehozzák, akkor van lehetőség itt a gázvezetéket végighozni, mert akkor megvan rá a forrás. De ehhez önökre van szükség. Hány családnak kell aláírni, hogy behozzák? Itt azért jó lenne, ha mindenki aláírná. Mindenki. Mindenki az egész? Az egész utcát végig kell járni, mert itt mindenkit érint. Ja, igen. Tehát, hogyha mondjuk eljutnak a következő utcáig, és utána már nem akarja senki, eddig el tudják hozni, mert akkor ennyi lakás fog egy közösséget létrehozni, és akkor fogja, jó napot kívánok, fogja megfizetni azt az összeget. De itt önökre van szükség, mert itt mi hiába szeretnénk bevezetni, itt önöknek kell összefogni, és önöknek kell azt mondani, hogy igen, mi szeretnénk, hogyha a gáz be lehetne ide vezetni. Az igaz, hogy az önkormányzat ugye annyit támogatást ad ehhez mindenhez, amennyit csak tud, de azt azért mindenki tudja, hogy tavaly téltől kezdve a polgármester asszony tevékeny közreműködésével nagyon sok olyan fát, ami máshol úgymond felesleges volt, idehoztunk az utca környékére, azért, hogy önök tudjanak bevinni. Elmondtam ott akkor mindenkinek, aki ismer, azt tudja, mindenkinek mondtam, hogy az utca végére ki lehet menni, mert idehozatjuk, a közút, amit kivágott az út mellett idehozták, és most pedig ráadásul ugye a új sornak a mögötte lévő részeken van most is kint hatalmas tuskó, kiesmi, és nyáron senkinek nem jutott eszébe, illetve jutott eszébe bizonyos embernek, de nagyon sok mindenkinek nem, hogy hozzunk már be, mert majd jön a hideg, és akkor lehet, hogy jól lehet tüzelni. Nem azt mondom, hogy egy ilyesmi vastagságú, egy 3 centi átmérői fa akkora borzasztó nagy tűzerővel bír, viszont ha az embernek nincs semmije, van egy kicsike szabad ideje, csak naponta egy óra hosszát vagy fél órát menjen ki szeregetni. Nem akarok vele senkit támadni. Most ki lehetne menni, meg lehetne nézni, hogy hány mázsa fát lehetne onnan most behozni. Csak itt így a holnapra valahogy tüzelés van. Nem mondjuk, örülünk, mert tényleg behozunk, egy hétig elég van. Egy gyárba automat állítsál, mert már elég. Polgármester azt mondja, összedugtuk a fejünket, majd ezt a gáz témára erre vissza fogunk érni hamarosan. Adunk mi is esetleg segítséget benne, de nem bánnánk, hogyha azért valaki bejönne és keresne bennünket, hogy ki az, aki azt mondja, hogy fölvállalom, végigmegyek, megbeszélem mindenkivel, és utána mi is tudunk benne segíteni, oda tudunk állni az ügy mellé. Évek óta már nagyon nagy gond a kóborkutyák helyzete a településen. Nagyon sokszor megyünk itt is végig, máshol is a faluban, vagy a városban, bocsánat, és összeszedjük a kutyákat. Egy idő után jön a tulajdonos, hogy ez az ő kutyája. Nagyon kérek mindenkit, hogy tartsa a kutyáját bezárva, tartsa a szabályok szerint, mert ha kijön az utcára, el fogjuk vinni a kutyákat, ugyanis kutyatámadás történt. Abban a kutyában, és a hásában nagyon sok kutya van. El is fogjuk vinni, ami az utcán van. 10 kutya támadott be. Azért fogjuk elég bírtam lerázni őket. Mert nem csak ön, és nem csak mást, hanem a gyerekeket is megtámadhatja, de most állatokat martak halálra, és úgy, hogy betörtek egy zárt helyre. Úgyhogy ezeket a kutyákat az elsők között szedjük össze, és itt nagyon
felhívnám mindenkinek a figyelmét, hogy aki meg akarja tartani a kutyáját, az zárja be, mert ami nincsen bezárva, és nem a rendeletnek megfelelően tartják, azt el fogjuk vinni. Azt fizette miért 5000 forintot? Elhiszem. Az kenyérbű, nem eszünk eleget jáforma. Én elhiszem, de zárt helyen kell tartani, ha valaki kutyát tart, felelősséget. Ugyanúgy felelősség vagyunk a gyerekeinkért, az állatainkért is, mert minket vonnak felelősségre, ha bármi történik. Ezért mindenkinek figyelni kell. Most is itt jön két kutya, ennek gazdája van, mert nyakörbe van. Mégis kint vannak az utcán. Úgyhogy nagyon kérek mindenkit, különben el fogjuk vinni a kutyákat. Zárja be, nem tudja, nincsen kerítése? Zárjam a szobába, vagy nincsen kerítése? Nincsen, elfogyott a kerítése, a télen eltűzeltük, mert nem volt tűzre valahogy. Akkor csinálhatom. Akkor nem kell kutyát tartani. Kenem, meg kenyére sincs, nem hogy kenerre. De nem kell kutyát tartani. Nem kell ennek kutyát tartani. Abi, jön, így könnyű megvágni az embert, hogy nem kell kutyát tartani. Nem kell kutyát tartani? Hát ha önnek kenyérne valószínűleg, akkor a kutyának se tud enni adni. Hát a kutya kaborogoszt eszik. A fel... Elég sokat járok erre. De azért az a kutya, ami most bement és megtámadta az állatokat, az következőnek mi a biztosíték arra, hogy nem a te udvarodra megy be, vagy a másikéba, és a gyereket fogja halálra marni?